A témával kapcsolatban első útunk a helyi levéltárba vezetett, ahol az intézmény vezetője Urbancsok Zsolt elárulta, hogy marosmenti településünkre 1748-ban érkeztek zsidók, az Alföld első közössége a makói volt. Lélekszámuk a 20. század elején volt a legmagasabb, mintegy 2300 főről beszélhetünk, innen is eredhet a Kis Jeruzsálem elnevezés is. A város életében, annak fejlődésében élénken részt vettek, többek között bekapcsolódtak a hagymakereskedelembe is. A történelem viharai, a zsidó törvények, a gettósítás és a deportálás azonban megcsonkították a közösséget, továbbá voltak, akik 1956-ban disszidáltak Európa nagyvárosaiba, valamint Amerikába, illetve Izraelbe is. A régi világból vannak olyan emlékek is, melyek ma már dobozokban pihennek. A rendőrség mellett a mai zsidó emlékjel helyén volt régen a neológ zsinagóga, ami egy csodálatos, hatalmas épület volt. Baumhol Lipót tervezte, aki a szegedi zsinagógát is. Egy csodálatos, óriási, nagyon szép morszecessziós épület volt. 1965-ben bontották le, és igazából nem sok dolog maradt meg belőle. Ez például egy persely fölötti kis táblácska, ami a szentegyletük számára, a betegeket segélyező szentegyletük számára a jótékony adományokat gyűjtötte. Napjainkban igaz, hogy hitközségről már nem beszélhetünk a városban, azonban többek gyakorolják a zsidó vallást otthon, illetve más településeken. Köztük dr. Báron Zsuzsanna gyermekkori emlékeit is felelevenítette egyik téli hagyományuk a fák ünnepe kapcsán, amikor az a szokás, hogy 15 féle különböző gyümölcsöt, illetve magvakat fogyasztanak. Ranát alma az meg egy eredeti izraeli gyümölcs, jó nagyok, és a termékenységnek a nem tudom hány magva van, azt pontosan nem tudom, nagyon sok, 300-valahány magja van, és az a termékenységnek a jele, és abból aztán bőven esznek általában. Hát mi a gyerekkorunkban ezeket tarthattuk, mert ezek otthon történtek, anyu is mindig csinált ilyet, és ez négyen voltunk testvérük, úgyhogy lefaltuk gyorsan a finom gyümölcsöket. Lánya, Simon Hajnalka pedig arról beszélt, hogy a közeljövőben a Purimot fogják megtartani. Ekkor a Perzsa Birodalom idejében megmenekült zsidókra emlékeznek, akik vesztét a király egyik főembere Hámán kívánta. Ez alkalomból az asztalra több édesség is kerül. Az egyik az ez a Hámán táska, ugye, aki lett volna a gyilkos, a másik az pedig a Flódni. Abban hasonlít a kettő, hogy mind a kettőben van mák, mind a kettőben van lekvár. A Flódniban van még egy kis alma töltelék is. Manapság több kezdeményezésnek köszönhetően a megmaradt örökség megóvásának, felújításának nagy figyelmet szentelnek. Érdekesség, hogy az innen elszármazottak létrehozták a makói zsidók világszervezetét, az Izraelben élő közösség pedig gyakran visszalátogat a településre. Hosszabb összeállításunkkal január 31-én újonnan induló egyházi magazinunkban jelentkezünk.